Egy közkedvelt belvárosi vendéglátóhely a Katapult adott otthont annak a pingpong versenynek, melyet március 4-én rendeztek 11 fő részvételével. A hölgyek és férfiak alkotta mezőnyben a 20 évestől a 60 évesig neveztek vállalkozókedvű játékosok. A legtöbb versenyző még csak nem is rendelkezett komolyabb asztali teniszes előképzettséggel, de ez abszolút nem volt érezhető a torna színvonalán. Kora délutántól egészen este 10-ig pattogott a labda, közben folyamatosan sorsolták az újabb és újabb párosokat a szervezők. A fordulatos és izgalmas menetek végén egy veterán versenyző, Gál Gyula állhatott fel a képzeletbeli dobogó legfelsőbb fokára, őt szintén egy szenior, Dalia Csaba tanár úr követte, míg a feltörekvő fiatal korosztály, Lukács József képviselte a legjobb három között. A jó hangulatú versenyen senki sem szomorkodott a helyezés miatt, várhatóan áprilisban ez a mezőny kiegészülve újabb játékosokkal ismét találkozni fog majd. A helyszín valószínűleg nem változik, legfeljebb az időpont, lévén, hogy a mostani sikeren felbuzdulva az intézményben fellelhető egyéb kocsmasportok, a csocsó és a dárc is bejelentkezhet majd egy-egy viadalra.